Az európai mentőcsomagról beszélgetünk a következő percekben is, külpolitikai elemzővel folytatja a témát Fábián Barna. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Szabó Dávid József van itt, külpolitikai elemző, szakértő Skype kapcsolatban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, induljunk már onnan, hogy ez egy hitel, amit Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője mondta, 750 milliárd eurós hitel. De ezt vissza kell fizetni. Az Európai Unió egyes tagállami irtóznak a hiteltől, a németek sem nagyon szeretnek fölvenni hitelt, bár most Angela Merkel fordult, de hát kérdés, meddig lesz majd ő kancellár. És ott vannak a fukar, bár én ezt nem mondanám, hogy fukar, inkább a megoldáshoz másképpen álló országok, ez a skimpy countries nem nagyon tetszik én nekem, de ez csak az én véleményem. Ők meg a hitelfelvétel mellett vannak. Mekkora esély lehet itt a megegyezésre a júniusi uniós csúcson, melyet valószínűleg már személyes jelenléttel tartanak meg Brüsszelben? Ahogy mondani szokták, itt a győzelemhez vezető ösvény az rendkívül szűk, pontosan azok miatt, az érdekellentétek miatt, amelyet szerkesztő úr is említett. Azon kívül, hogy itt egy történelmi precedens teremtődne azzal, hogy az Európai Bizottság kilépne a világ szuverén adósai, tehát állam jellegű, kormány jellegű adósainak a piacára, ami egy új minőséget jelent az Európai Unió történetében. Ezzel együtt felmerül annak a kérdése, hogy egy ilyen, az ezáltal keletkezett deficitet, egy új deficites eladósodat vagy adósságot tartalmazó Európai Uniós költségvetést a következő 30 évben hogyan fogunk befoltozni, mi mint tagállamok, és ebből a szempontból kulcsfontosságú, hogy ennek a hitelnek a visszafizetése, ez visszafizetésében a tagállamok egyenként is milyen felelősséggel rendelkeznek. Az látszik, hogy a fukar négyek, ahogy szerkesztő úr említette, Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia szövetsége, ők alapvetően a kizárólag kölcsönjellegű támogatások mellett érvelnek, tehát nem akarnak egyáltalán vissza nem térítendő támogatást adni a bajban lévő tagállamoknak, míg a bajban lévő tagállamok pedig még mindig keveslik, tehát főleg itt a dél-európai országok még mindig keveslik az egész csomagnak a nagyságrendjét, hiszen úgy látják, hogy ez még mindig nem jelent garanciát arra, hogy meg tudják oldani a koronavírus járvány elszabadulása miatti gazdasági káraikat, gazdasági problémáikat. Sokan azzal élvennek, hogy nem hitelt kellene felvenni, vagy nem ekkorát, hanem a tagállami befizetéseket kellene növelni, hiszen ezt a problémát most kell megoldani, és még az unokáink is fizetni fogják majd a hitelt, ha fölvettük, mert valamikor 2050 valamikor lenne a vége. Ez az egyik megoldás. A másik, az Európai Unió ugye általában mindig monetáris megoldásra törekszik, a tagállamoknak meg egyéni költségvetése van. Ez a feloldhatatlan ellentét mindig oda vezet, hogy az Unió lassan mozdul a krízis megoldások terén. Hát most is valami ilyesmiről van szó. Igen, azt gondolom, hogy a csomagnak a nagyságrendje miatt egyszeri mostani befizetés emeléssel nagyon nehezen lehetne megoldani, vagy nagyon nehéz lenne áttörni, főleg a nettó befizető országok ellenállását. Ezért azt gondolom, hogy egy kompromisszumos megoldás az, vagy egy politikai innováció része az, hogy ezt egy hosszú távú hitelfelvétellel próbálják megoldani az Európai Bizottság is, illetve ne felejtsük el, hogy Macron francia elnök és Merkel német kancellár nem véletlenül állt gyakorlatilag emellé, a megoldás mellé néhány nappal, illetve ezelőtt, illetve múlt héten, amikor saját maguk is bejelentették a maguk 500 milliárd eurós javaslatát. Itt igazából mindenképpen a tagállami befizetések növekedésén keresztül vezet az út ennek a csomagnak a finanszírozásához. A kérdés az, hogy ezt most tesszük meg, vagy pedig ugye eltolva egy 30 éves időtartamon keresztül. És a másik kérdés pedig az, hogy milyen technikával, ugyanis egyáltalán nem mindegy az, hogy az Európai Bizottság a hitel visszafizetésének az érdekében kiterjeszti a saját jogköreit, és önálló Európai Uniós adókat vet ki az Európai Uniós polgárokra, így például minden magyar állampolgár és fizethetné a közvetlen brüsszeli sarcot, vagy pedig valamilyen más a tagállami befizetések megnövelésével, vagy pedig valamilyen más technikai megoldással próbáljuk majd visszafizetni ezt az adósságot. Ez nagyon fontos, mert az Európai Unió jövőbeni fejlődésével kapcsolatban, hogy milyen irányba tart ez az integráció, mennyire akar szuperállammá válni, föderációvá válni, nagyon fontosak ezek a lépések. Az Európai Unió történetében a bizottság Brüsszel hatalom kiterjesztése az mindig kicsi, korlátozott csomagok felül indult el,
Először korlátozott költségvetéssel, korlátozott jogkörrel, ezek terjedtek általában ki évek, évtizedek alatt hatalmas nemzetállami szuverenitást is felülíró politikákkal. Ezért nagyon résen kell lenni itt mindenkinek. Ebből a 750 milliárdból, ahogy Dajs Tamás is említette, 500 milliárdot odaadna támogatásként az Európai Unió, 250 milliárd meg hitel. Kérdés, hogy ezt mire lehet majd felhasználni? Mit kér érte az Európai Bizottság cserébe? A holland miniszterelnök, a fukarak egyik tagállamának miniszterelnök azt mondta, hogy strukturális változásokhoz kötni. Erre a görögök fel is hiszentek, hogy nekik ebben igen rossz tapasztalataik vannak, mert az adósság visszafizetésével szétverték a görög gazdaságot. Tehát itt is kemény vita várható. Adok pénzt, de majd én megmondom, hogy mit csináljál otthon ezért cserébe. Érdekes lehet. Bizony, és azt ne felejtsük el, hogy a hitelkomponens, a 250 milliárdos hitel, akkor az gyakorlatilag egy kettős hitel, hiszen az egy olyan hitel, amit kedvező feltételekkel fel tud venni a tagállam, de magának a hitelfelvételnek az Európai Bizottsági hitelt is végül a tagállamoknak kell kifizetniük, tehát ha nem is egyenlő arányban, de ezzel a kedvezményes hitelekkel igazából kétszeres visszafizetési kötelezettsége keletkezik egy tagállamnak, ezért én itt alapvetően inkább a visszanemtérítendő támogatásokra javaslom fókuszálni a kritikát, illetve a gondolkodásnak is az irányát. Én azt gondolom, hogy a fukarak részéről, illetve hát itt a négy tagállam részéről tényleg az merült fel, hogy tulajdonképpen mint egy görög mentőcsomag, mint egy IMF típusú megoldás jelleggel beleszólnának tulajdonképpen a hitelt felvevő vagy a támogatásban részesülő tagállamoknak a gazdaságpolitikájába, ami egyrészt újabb szuverenitási kérdéseket vet fel, a másik oldalról pedig azt meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt 10 évben, 12 évben jelentősen megváltozott az IMF szintű megszorító programoknak, az úgynevezett strukturális átalakító programoknak a megítélése, és most már egyáltalán nem övezi konszenzus a közgazdász szakmában sem azt, hogy ezek a fajta költségcsökkentő, megszorító programok eredményre vezetnek. Tehát nem biztos, hogy ez lenne az üdvözítő megoldás, az biztos, hogy egyszerre jelent ez beleszólást a tagállami szuverenitásba, és a másik oldalról pedig egy kétes kimenetelű beavatkozást. Nagyon-nagyon nehéz lesz itt közös pontot találni, főleg még egyszer mondom, a déli eurózóna tagállamok és az északi takarékosságra, illetve az eladósodástól való tartózkodásra fókuszáló befizetők között. Szó volt itt Hamilton csomagról, 1790-ben Alexander Hamilton az alapító atyák egyike, Thomas Jeffersonnal és James Madisonnal utóbbi kettőből elnök lett, Hamiltonból nem, de mindegy, az ő nevéhez fűződik egy csomag, amikor a függetlenségi háborúban fölszaporodott adósságot amerikai állam kötvényekkel osztották szét a 13 akkori tagállam között. Na de itt ott már meglévő adósságot kezeltek, most ezt adósságot akarnak fölvenni. A kettő között különbség van. Természetesen, viszont itt jön az a döntési pont, hogy ebben a pillanatban a tagállamoknak, akik még mindig, ne feledjük el, az Európai Unió politikai döntéshozatali gerincét alkotják, tehát nem lehet a tagállamok egyöntetű megállapodása nélkül ilyen kérdésekben döntést hozni. Itt ez a történelmi lehetőségük, hogy mérlegeljék, hogy milyen irányban hajlandóak, vagy milyen lépéseket hajlandóak tenni a közelgő vagy küszöbön lévő gazdasági válság okozta károk enyhítéséért. Amerikában is, mert ugye most erről nagyon kevéssé tudjuk elképzelni, de nagyon sokan gondolják úgy, hogy az Amerikai Egyesült Államok közös történetének az egyik döntőpontja pontosan ez a közös kötvénykibocsátás, illetve ez a közös államadóság közösség. Nagyon fontos itt még az, hogy az eurózónán belül már megpróbálkoztak többször az államadóságoknak a valamilyen szintű közösségiesítésével. Az eurózónán kívül azonban erre még nem került egyszer sem sor. Ez további óvatosságra inthet minket, hiszen Magyarország a fegyelmezetten gazdálkodó és az államadóságot folyamatosan csökkentő országok közé tartozik, ezért nagyon fontos, hogy ne vállaljon aránytalanul nagy kockázatokat át olyan államoktól, amelyek nem képesek, vagy nem tudnak, nem akarnak esetleg ezen az úton haladni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetünk szolidárisak, nem érdemes szerintem kizárni ebben a pillanatban semmilyen megoldást, de azt gondolom, hogy fontos, hogy az arányosság elvét figyelembe vegyük, amit Dajs Tamás európai parlamenti képviselő előttem elmondott, az szerintem egy nagyon fontos tény, hogyha ebből a
mentőcsomagból, ebből a helyreállítási alapból Magyarország gyakorlatilag a kamatokkal együtt majd kizárólag nullszaldó jön ki, és közben 30 évre adósságot vesz a nyakába, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy elfogadható javaslat feltétlenül az Európai Bizottság részéről. Azt kell garantálni itt, mint ahogy a több éves Európai Uniós költségvetés kapcsán is, arra kell nekünk elemzőknek is figyelnünk, hogy az elmúlt időszakban minden brüsszeli javaslat a visegrádi négyek, a felzárkózó kelet-közép-európai dinamikus országok felől próbálják átcsatornázni a forrásokat. A dél-európai országok, illetve néhány esetben konkrétan Németország, Franciaország és a fejlett nyugat-európai országok irányába. Nagyon fontos, hogy ez az egyszeri válságkezelésre létrejött alap, ez ne ezt az irányt kövesse, tehát ne a fordított transfer következzen be, hogy a gazdaságilag még mindig kevésbé fejlett régiók finanszírozzák gazdaságilag fejlettebb, de esetleg a válságot rosszul kezelt régióknak, országoknak a növekedését, a gazdasági fejlődését. Köszönöm szépen! Köszönöm!